Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jönnek is Csemege. Lehet, hogy csak én tartom Csemegének, de számomra egy kicsit különleges ez a játék, mert ugye ennyire taktikai játékokkal én nem szoktam játszani. Ugye ez a játék Insurgency névre hallgat. Egy pár hónapja jelent meg, aki azért YouTube-ozgat, az láthatott, hogy nagyobb videósok azért raktak föl gameplayt erről a játékról, és hát akkor én is szemezgettem ezzel a játékkal, hogy jól néz ki, jó anyát, tök jó csapatjátékot lehet benne csinálni, nagyon jó móka, nagyon jól meg van csinálva. És akkor most éppen olcsó volt Steamen, és letöltöttem, és hát akkor mi a fene ez az Insurgency, és meg kell hagyni, hogy azért úgy leesett az állam. Azért többnyire, hogyha úgy megveszik egy játékot, elkezdek kipróbálni, azt mondom, hogy egy-két menet után már elkezdek belemelegedni, rákezdek jönni a logikájára, kezdem észrevenni a dolgokat. Na itt azért kellett nekem is egy olyan 6-7 játék, amire eljutottunk erre a pályához. Ez a pályához is egy nagyon-nagyon jó játékot fogtok látni. Hogy mit jelent a nagyon jó játék? Egy nagyon taktikus játék, nagyon óvatos játék, nagyon megfigyelős játékot, mert főleg mert nehéz észrevenni a mozgást. Főleg ezen a pályán, amúgy az összes pályán elég nehéz észrevenni a mozgást is. És aki emlékszik, hogy mit mondtam a pálya felmérős videóban, na az itt duplán érvényes. Szóval ez a játék az, ahol nincs radar, semmi nem jelzi az ellenfél közeletét, csak esetleg a fegyverhangok lövése. Semmi nem jelzi azt, hogy lelőtted az ellenfelet, úgyhogy is sűrűn nézegetted a statot, hogy most sikerült lelőni, vagy nem sikerült lelőni, amikor olyan volt a szituáció. Nincs célkereszt, semmi nem segít a célzásba. A fegyverek visszarúgása hatalmas, úgyhogy minden lövést meg kell válogatni, majd látni fogjátok a jobb alsó sarokban, hogy váltok én is félautomata és egylövetű között a kis fegyverkémmel, mert egyszerűen nagyon-nagyon nehéz eltalálni, főleg távolságban embereket. Úgyhogy ahol közel volt az ellenfél, ott ráváltott a félautomatára, biztos, ahol távol, ott meg inkább ráváltottam egylövetűre, mert nagyon ki kellett taktikázni, mint láthatjátok itt is azért. Elég macera volt, így sem tudtam eldönteni, hogy sikerült lelőni, nem sikerült lelőni, aztán megnéztem a statomat, aztán sikerült lelőni. Nagyon jó a játék, és elképesztő módon adrenalindús. Szóval lehet, hogy éppen úgy mész végig egy körön, hogy semmi nem történik, de mivel hogy tudod, hogy bármelyik sarkon lehet valaki, nincs célkereszt, nincs radar, semmi nem jelzi az ellenfő közeletét, nagyon megfontoltan fogsz tenni minden lépést, és nagyon meg fogod gondolni, hogy mit csinálj a következő lépésednél, és nagyon türelem kell hozzá, aki látta az Ellenség a kapunál című filmet, ugye nagyon jó kis mesterlövészes film, nagyon jól ki van találni, most itt ez így simán érvényes, tehát így beállsz egy sziklához, kinézed az ellenfelet, kilövöd és vársz. És várnod kell, mert sokszor beszéltem annó Call of Duty-ban a kettes szabályról, hogy az ellenfél az mindig ketten van című szabály, ez itt is érvényes, csak itt egy kicsit trükkösebbek az emberek, és nagyon ők is megállnak, és ők is várnak. És meg fogják várni, amíg te odaérsz, és akkor lőnek le. Úgyhogy gyakorlatilag a türelem fogja eldönteni azt, ki fog kijönni győztesen egy bizonyos csatából, és a figyelmesebb ember fog gyakorlatilag megnyerni csatákat, hogy úgy mondjam. De, mint mondtam, azért tényleg nagyon ki van találva a játék, és a szíved valahol a torkodban dobog egyébként. Fingom sincs, hogy miért, de maga a játék egyszerűen ezt a szintet hozza, hogy így úristen baszki, honnan lőttek, merre lőttek, fingom sincs, hogy merről lőttek, ha eltalálnak, mire észbe kapsz, halott vagy, tehát egy-két golyó elég ahhoz, hogy az ember kiszedjük, úgyhogy még azt sem mondhatom, hogy legalább az irányát a lövéseknek be tudom lőni, nem. Ha egyszer az ellenfél nagyon meg van bújva valahol, akkor vége a partinak. Hogyha rádlátása van az ellenfélnek, akkor azonnal kiszedett. Úgyhogy nagyon türelmesnek kell lenni, nagyon átgondoltnak kell lenni. Vannak természetesen ilyen urbánosabb térképek is, és ott az épületek azok nagyon durvák. Tehát azt, hogy minden folyosót át kell vizsgálni, és nincs olyan, hogy most nem. Tényleg át kell vizsgálni azokat a folyosókat, és nagyon ki kell találnod különböző mozdulatokat, és nagyon óvatosnak kell lenned, hogy mit merre lépsz. Csapatjátékra tökéletes, egy nagyon jó beépített hang
rendszere van a játéknak, és lehet kommunikálni a csapattársakkal, tehát így kényelmes akár például akár a TeamSpeak, és lehet nagyon jól kommunikálni a csapatoddal, és megbeszélni a taktikát, és szinte elengedhetetlen, hogy csapatban mozogjon az ember, és hogy egymás segítség. Volt egy-két játékom, ahol itt tényleg sarokra sarokra, fedezékre fedezékre haladtunk az emberekkel, és úgy próbáltuk kiszedni az ellenfeleket, úgyhogy én itt van ez a kis Insurgency bemutató féleség. Én már csak nagyon-nagyon kíváncsi voltam a játékra, nagyon játszani szerettem volna vele. Nagyon jó játék, nagyon ki van találva, és tényleg adrenalindús, és nagyon kompetitív, és lehet vele nagyon jó eredményeket elérni, vagyis legalábbis az adrenalin szintet az egedben lesz, főleg amikor egy kis sikerélményt végigviszel, és ez a pályán ugye még nem sikerült elérni, úgyhogy nagyon jó ki volt találva. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Change my magazine! Attack, guys!
Heads up! New mag in! Nice, alright, we're taking Delta. We just lost Charlie. Bravo!